A férfi kosárlabda bajnokság megkezdés előtt sajtótájékoztatót tartott a vezetőség. A megszólalók kiemelték a biztos anyagi hátteret, amely záloga lehet a jó szereplésnek. Az Ápoló klubban tartotta sajtótájékoztatóját a Dunaszla DTK férfi kosárlabda csapata. Nehéz év van az együttes mögött, és a következő sem lesz sétagalop, de a biztos anyagi háttér és az elvégzett munka mindenképpen bizakodásra adhat okot. Dr. Homoki Tamás is ezt erősítette meg beszédében. Minden nyáron egy elég komoly kihívás a csapat vezetésének, szakmai vezetésnek egyaránt, hogy egy olyan csapatot hozzon össze, ami ütőképes lehet a következő szezonban. Azt is látnunk kell, hogy óriási nagy különbségek vannak a kluboknak a anyagi lehetőségei között. Ebből a szempontból Kecskemét nem áll az élen, de azt lehet elmondani, hogy egy stabil, állandó költségvetésű, stabil hátterű klub volt, jelenleg is az, és azt gondoljuk, hogy lesz egy jövőben is. A Duna Aszfalt 13. éve, a DTK pedig 5. éve a két főtámogató, a névadó szponzor. A kezdetek Stojannak köszönhetőek, aki meggyőzött minket, hogy támogassuk még az első években. Szerintem az archívumból ki lehet keresni azokat a fotókat. Akkor is ilyen magas volt mellettem. És én azt hiszem, az elmúlt évtized egyértelműen bizonyítja, hogy valóban egy csapat vagyunk a kecskeméti kosár. Több mint egy évtized szerintem kötelez minket. Próbálunk a lokál patrióta módon olyan csapatokat támogatni, amik természetesen a mi közelünkben vannak, és a Kecskeméti KT az abszolút az. Két 18 éves kosaras aláírásával 17 kecskeméti rendelkedik most már a szövetségnél regisztrált játékos engedéllyel. Én általános iskolába kezdtem kosarazni, egy 7 éve körülbelül. Ez a sport tetszett meg így a legjobban. Ez volt az első sport, amit kipróbáltam. Legfőbb változást úgy gondolom Dusan Markovicsnál tettem meg. Nála nagyon sokat tanultam, és még mindig nagyon sokat tanulok tőle minden nap. Nagyon más az egész edzésnek az irama, nagyon kell koncentrálni, fizikálisan is teljesen más a dinamikája a játéknak, sokkal gyorsabb. Még igaz, csak pár felnőtt edzésen voltam, de igyekszem felzárkózni a többiekhez. Nagyon jó érzés igazából a felnőttekkel edzeni, fizikálisan is teljesen más, mint a saját csapatban. Nyilván nagyon jó érzés, próbálom kihozni magamból mindig a maximumot igazából.